A bevándorlási és állampolgársági hivatal orvosokat és nővéreket keres egészségügyi ellátás biztosítására a Bicskei, a Vámosszabad és a Nagyfai menekült táborokba. A menekült táborokban kötelező szűrővizsgálatokat kell végezni, és rendkívül fontos lenne az egészségügyi személyzet folyamatos fejlesztése. Vendégeink a témában Szijjártó Sarolta, a Magyar Afrika Társaság jószolgálati nagykövete, valamint Patai Dorottya, a Magyar Afrika Társaság civil és humanitárius ügyekért felelős igazgatója, a 10. orvosmisszió tagja. Kezét csokom, jó reggelt kívánok mindkettőjüknek. De most már 11. is van, ugye jól tudom, ami most tért haza, vagy most indult? Már elindultak, és ma délután fognak megérkezni Ferihegyre. Na nézzük azt, hogy mindkettőjüknek határozott tapasztalata van ebben a kérdésben, már olyan tekintetben, hogy milyen állapotokkal találkozhatnak egy külföldi misszió során, most hagyjuk a menekültáborokat először, az orvosok. Miért van ott konkrétan orvosokra, egészségügyi hálózatra szükség? Ugye Ugandában az egészségügyi ellátás nem túl magas szintű, ez azt jelenti, hogy több régióban például 10 000 emberre jut összesen egy darab orvos. Vannak bizonyos ellátások, amik ingyenesek, például az éjc szűrés vagy a malária elleni kezelés, de számos alapvető egészségügyi ellátás egyáltalán nem található meg nagyon sok régióban, és ezért is fontos, hogy a Magyar Afrika Társaság idén már a második, de összességében már a harmadik egészségügyi misszióját, orvosmisszióját tudta elindítani Ugandába. És az a lényeg, hogy ezek az orvosmissziók nem állandóan egy helyen vannak, hanem 2-3-4 naponta különböző régiókba mennek, akkor ahol előtte már meghirdetik ezeket a missziókat, és a legalapvetőbb orvosi ellátásokat próbálják nyújtani ezek az orvosok, de az érdeklődés az óriási. Tehát például most a 11. orvosmisszió több mint 2 000 embert látott el egy hónap alatt. Dorottya, itt ön, mint a korábbi orvosmisszió tagja, milyen problémákkal találkozhatnak ilyenkor az orvosok vagy az ápolók, amiről itt Sarolta is beszélt? Mik azok a legalapvetőbb problémák, amikben segíteni kell? A legalapvetőbb problémák a fertőző megbetegedésekhez kapcsolhatók. Ugye tudni kell, hogy az afrikai emberek nagy része olyan életkörülmények között él, tehát ha beszélhetünk itt a higiéniáról, tehát például a víz csatornázás hiányáról, az áram bevezetésének hiányáról. Tehát ezek a higiéniai körülmények, illetve életkörülmények egyenesen a fertőző megbetegedésének a meleg ágyának tekinthetők, úgymond. Tehát nagyon sok olyan megbetegedés van, TBC, AIDS, különböző fertőzések, különböző bőr és kismedencei fertőzések. Bár Sarolta mondta, a HIV szűrés az éppen ingyenes, már aki eljut oda, vagy odáig. Már aki eljut odáig, így van, így van. Tehát nagyon sok olyan megbetegedés van, ami önmagában elkerülhető lenne, akkor, hogyha megfelelő életkörülmények között élnének, illetve tisztában lennének azzal, hogy hogyan kell ezeket megelőzni, és ha már elkaptak, akkor hogyan kell ezt kezelni. És hogyan kell elképzelni az önök munkáját egy nap ilyenkor? Tehát reggeltől estig jönnek, állnak sorba az emberek, és önök próbálnak rajtuk segíteni? Így van. Egészen embertelen körülményeket képzelek most magam elé, ne haragudjanak. Úgy is kell elképzelni. Igen. Mivel nagyon sok ember szorul a segítségre, ezért általában 200-250 beteg szokta várni egy 4 fős orvosi missziónak az érkezését minden reggel egy adott területen. Tehát nagyon nagy a terhelés az orvosokon, és valóban van, hogy egy nap alatt nem kerül sorra mindenki. Tehát van, aki 2-3 napot vár, türelmesen, étlen, szomjan gyakorlatilag az orvosaink segítségével. És ilyenkor önöket védik, mert feltételezem, hogyha egy anyuka ott áll 8 órán keresztül és nem kerül sorra, akkor azért eléggé fel van háborodva. Meglepő módon nagyon türelmesek. Nagyon békések. Igen, igen. Nagyon értékelik azt a segítséget, amit nyújtunk nekik. Tehát elfogadóak a segítséggel szemben, és rendkívül hálásak. Tehát az a tény, hogy ingyenesen nyújtunk ilyen ellátást, ez rendkívüli önmagában ezeken a területeken. Itt még mielőtt ideültünk beszélgetni, beszélgettünk arról, hogy valamiféle kórház vagy valamiféle egészségügyi intézmény magyar segítséggel épülhet Ugandában. Ezt hogy kell elképzelnünk? Így van, ez a fővárostól Kampalától egy 80 kilométerre Kapékében található ez a település. Ez egy nagyon szegény és nagyon elmaradott régiója Ugandának, és múlt héten volt ott az alapkőletétele egy kórháznak. Ez egy 200 négyzetméteres kórház. A kórház lesz 2 szintes épület, 3 vizsgáló, lesz benne egy labor és egy gyógyszerkiadó, és az emeleten pedig a személyzet, tehát tudják majd elszállásolni. Itt 4 állandó orvost alkalmaz majd a kórház, és a későbbiekben pedig egy ilyen egészségügyi kiszállópontot is szeretnének létrehozni, hogy a még távolabb lévő kis falvakba is eljuthassanak, és a rendelőkbe pedig akár kisebb műtéteket is tudnak végezni. Ez nagyon jól
jól hangzik, és hogyha ezt most a magyar viszonyokra ültetjük át, hogyan kell elképzelnünk egy ilyet egy menekülttáborban? Azt tudjuk, hogy nagyon kevés orvos van, tudjuk, hogy védőnőket keresnek, tudjuk, hogy 2 óránként rendelnek a házi orvosok. Milyen állapotok lehetnek most mondjuk Vámosszabadiban vagy Debrecen mellett? Itt az elsődleges probléma az nem csak az, hogy kevés az egészségügyi dolgozó, akik ezeken a területeken a menekülttáborokban dolgoznak, hanem arra is gondolnunk kell, hogy itt olyan körülmények, illetve olyan megbetegedésekkel találkozhatnak az orvosok, amik egy magyar házi orvos vagy egy magyar orvos számára ismeretlenek. Ezért nagyon fontos az, hogy nekünk szerencsére így, hogy 2009 óta vannak folyamatos orvos misszióink, van egy olyan tapasztalt és képzett orvos bázisunk, akiket ilyenkor be lehet vetni. Tehát ezek az orvosok pontosan tisztában vannak azzal, hogy milyen megbetegedéseket hordozhatnak magukkal a menekültek, milyen körülmények közül jönnek, és ezek nagyon hasonlóak, tehát önmagában egy mintázat felfedezhető ilyenkor, ami alapján ők nagyon jól tudni fogják. De feltételezem, hogy azokat a betegségeket nagyon rövid időn maradt, amelyektől nagyon rettegünk, mondjuk az ebola, azt nem ezek a menekültek fogják ide behozni, hiszen annyit vándorolnak, annyit menekülnek mondjuk hónapok alatt, hogy az már kijönne korábban. Persze, tehát ilyentől nem kell tartani. Hölgyeim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.